Ki a parton ülve, ki a hűsvízben próbált átvészelni a kánikulát a tófürdőben. Az elmúlt napokhoz hasonlóan kedden is sokan érkeztek a strandra. A 26-27 fokos vízben bátran megmártózhattak, a minőségével szerencsére minden rendben volt. Itt a tófürdő esetében is hála Istennek pillanatnyilag is kiváló vízminőségről beszélhetünk, és hát köszönhető ez többek között annak is, hogy az új csúszdákról egyébként óránként 600 liter friss víz ömlik a tóba. Sokan feltették a kérdést, hogy nem lehetne egy kicsit, hogy melegebb legyen a csúszdán a víz. Hát nem, mert hiszen a tóba öntjük ezt a vizet, úgyhogy például termálvízzel vagy valamivel ezt nem is lehetne üzemeltetni, mert akkor magát a tavat egy természetes élethelyet, ugye ebbe halak stb. Élnek, elkezdenénk fűteni, ami hát igazániból botorság lenne. Úgyhogy hála Istennek ennek a csúszdának a teljesítménye az azt eredményező, hogy egy nagyon jó vízminőségről beszélhetünk a tófürdő esetében. Törvény írja elő egyébként a havonta történő vízmintavételt, amelyet akkreditált laboratóriummal kell lefolytatni. Az üzemeltetőkön kívül az ANTS is figyel, amelynek szakemberei szúrópróbaszerűen ellenőriznek. Ezen kívül három havonta a Legionella baktérium jelenlétét is vizsgálják. A tavakban ráadásul a jelentős hőmérsékletemelkedés vagy a csapadék hiánya is befolyásolhatja a vízminőséget. Így például az algásodás megakadályozása érdekében korábban már trükkökhöz is kellett folyamodniuk. Volt már arra is példa, ami talán furcsának hat, de ilyenkor az oxigén utánpótlást kell megnövelni a vízben, és volt olyan, hogy béreltünk három jetskit, eljöttek, és akkor ők itt egész nap jetskiztek, és ezzel annyira jól átforgatták a vizet, ugye, hogy tele lett oxigénnel, és rögtön megállt az algásodás. Úgyhogy vannak erre ilyen bevett, írott és íratlan módszerek is, de minden esetre az a lényeg, hogy hála Istennek még olyanban nem volt részünk, hogy be kellett volna zárni valamelyik medencénket, vagy esetlegesen a tófürdőt, mert erre kiemelt figyelmet fordítunk. Hát ugye nekünk is elemi érdekünk az, hogy minden nap tudjunk üzemelni, és megfelelő vízminőséget tudjunk produkálni. Ez a cél a többi sóstói strandon is, ahol szintén folyamatosan figyelnek a vízminőségre. A vízforgatásos medencéket számítógépes rendszer felügyeli, és az eredmények függvényében adagolja a szükséges klort. A munkatársak emellett óránként tesztméréseket végeznek, amennyiben pedig indokolt módosítják a vegyszerek arányát. A gyógyvizes medencéket minden nap leengedik, majd fertőtlenítik, reggelre pedig friss vízzel engedik tele. Ez pedig már a Tisza part, ahol több helyen lehet fürdőzni, de kizárólag a kijelölt szakaszokon. Nyaranta sokan élnek is ezzel a lehetőséggel. Vására Slamin polgármestere arról tudott beszámolni, hogy bár nyár elején volt, ami negatívan befolyásolta náluk a vízminőséget, később javult a helyzet. Az áradások kapcsán ugye nem volt jó a víz, mint a június végén, aztán július elejére ez helyreállt, úgyhogy most már joggal mondhatjuk azt, hogy a Tiszapartot, mint a terepet, a homokos, lapályos részt azt mi rendben tartjuk, de most már a víz is rendben van. A szabályokat persze mindenhol be kell tartani saját biztonságunk érdekében. A bóják például nem véletlenül vannak a vízben, azokon túlra nem szabad bemerészkednünk. Jó tett egyébként, aki kihasználta az elmúlt napok időjárását a fürdőzésre. A strand szezon szerdán ugyanis egy jelentős lehűlés akasztja meg esővel és széllel. A következő napokban aztán fokozatosan melegszik majd a levegő, de a mostanihoz hasonló hőségre idén-nyáron az előrejelzések alapján nem számíthatunk.